Színpadi fellépésekkel és kézműves foglalkozásokkal is várták a vendégeket a Zsóri Gyógy és Strandfürdőben megrendezett majálison. A hagyományokhoz híven ebben az esztendőben is a Zsóri fürdő adott otthont a városi majálisnak május 1-én. A programokat az uszoda épülete mellett található élménymedencénél tartották meg. A színpadon elsőként a Matyó Népművészeti Egyesület néptánc csoportjai, majd Panyi Evelin, a Városi Zeneiskola magánének szakos növendéke lépett színpadra. Ezt követően a mezőkövesdi fúvós zenekar és a városi mazsorett csoportok műsorát nézhették meg az érdeklődők, ezután a Matyó Nagymama Klub Egyesület tagjai vidám country tánccal kedveskedtek az érdeklődőknek. A program keretében népművészeti divatbemutatót tartottak, a matyó mintákkal hímzett ruhákat profi modellek és szépségkirálynők mutatták be. A délután folyamán Bertával tornázhattak, illetve táncolhattak a gyerekek, míg a szirtaki táncegyüttes görög táncokkal szórakoztatta a közönséget. Tóth Marian, a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület tagja, énekes műsort adott elő, a délutáni program vidám családi vetélkedővel zárult. A színpadi műsor mellett a sátrakban különböző bemutatókkal és foglalkozásokkal várták a vendégeket. A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete a népművészeti kézi festés és a harisnya virágok készítésének fortéjait mutatta be, a Szent Sebestyén lovagrend sátra előtt az íjászattal és a vívással ismerkedhettek meg az érdeklődők. A Mezőkövesdi Egészségklub Egyesület sátrában levendula zsákocskák készítésén túl gyógyteákat kóstolhattak meg a látogatók, míg a civil sátorban a Kaptárkövek című irodalmi folyóirat eddig megjelent számaiból válogathattak az érdeklődők. Ezen felül több csapat is ízletes bográcsos ételeket főzött. A majális programjait a Zsóri Gyógy és Strandfürdő mellett a Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület szervezte. A rendezvényen Balog Éva, a Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület elnöke egyebek mellett elmondta, hogy 11. alkalommal vesznek részt a majálison. Akik ide kijárnak, meg ma is itt voltak, ők mindig nagyon szívesen vállalják ezt a munkát, ami nem munka számukra, hogy az ünnepnapon, a pihenőnapon is ide jönnek, mert ez az élmény, számukra is élmény, és jó napot tud csinálni, akkor is, hogyha valójában dolgozik az ember. Nagyon szépen köszönöm innét is a tévén keresztül, és azoknak a civileknek, akik eljöttek és fölléptek. Nagyon köszönjük, hogy ennyi nézőnk volt, és ennyien érdeklődtek a programok iránt. Vámos Zoltán fürdővezető szintén értékelte a majálist. Ezúton is szeretném megköszönni Mezőkövesd civil szervezeteinek a fellépését, azt, hogy egyrészt önzetlen munkával és szabadidő egy részéről történő lemondással is részt vettek itt velünk, közösen ünnepeltek, műsorokkal szórakoztatták a fürdő vendégeinket, köszönjük szépen nekik. A majálissal gyakorlatilag megkezdődött a strandszezon, a vendégek a pünkösdi hétvégén birtokba vehetik majd a gyermekmedencét is. Ezután a tervek szerint június elejétől a csúszdapark, a hónap közepétől pedig már a kör és a hullámmedence is üzemelni fog.